Minden esélye. Vajon bántam, hogy barázdába térni élek benne. Meg most már, hogy kicsit rálép el esélye, de egészen térdig javon, nem? Nem csak a teteje van megpiszkálva. Húzva a szállat, bazdmeg. Azt hiszem, nekem csak azon az az agyamban. Hát már azt kellett, hogy csak csinálja. És te mit kellett, hogy csináljál? Mi a baj? Én nem is feladok sok kicsit. Nem tetszik, mit a szobád? Nem tetszik, mit a szobád? Strat. Hogy már olyan szagod van, hogy... Milyen szagod van már? Fogadni. Nem fog mondani semmit sem. Mi van? Megint hazajöttem, bajod van? Na, ha megyek el fel akkor, ha gondolod. Jó, bácsi, én biztos kell adni. Szóval is kell bemenjünk Károlyba? Nem kell bemenjünk Károlyba? De már biztos vettek el oda, hogy hajnalba mennek. Én nem megyek oda, otthon van az a tűz. Ha még egy állat hajtok az a tüzére. Látod? Még van még egy állat. Mamma mia. Nagyon-nagyon elérzi magát itt az ember. Ez is három már barátként. Csak ez olyan szerencsétlen. Tudod mi? Egy ilyen alátét kéne nekünk nagyon. Nincsen? Olyan legalább, mint te. Tudod, akkor leütte még ide. Ha? Tudod, hogy nincs. De bóban nincs. Bóban biztos van. Milyen az van? Ennek szerintem kevés az a víz, amikor legalább ilyen nagy kéne, mint ez. Az mindig van érdekes emberi. Visszakartam. De van mi anyom az alján? Minek van? Ez már nincs mi alján. De akkor is nem karcolkodom könnyen. Milyen szóval felvétel?
Én meg például kihoztam el. Mennyit kértél bátyáinktól? 50-en. Hát a tokén is euróból, hogyha kell. És így? Hát a tokén is euróból, hogyha kell. Hát, mibe lesz neki? Hajnalba menni. Fúrva, hogy csinálja a fejtetem, baszki. Hívtam, hogy azért már kell, hogy a 70 lejt. Az Oriflame-ben nem megyünk arra, adj oda neki az 50 lejt. Kivel? Busszal mennek bátyai? Nem, Monékkal. Jaj, mennek Monék is? Uh-huh. 27-én jönnek hozzá, akkor viszont. Valamiket is még hívnak szándék. Biztos szép ott a hogy ott van a legnagyobb karácsony vásár, de... Nem ott lehetnek szándék, valami falvaroknak. Igen? Hát akkor ott meg semmi nincs. Akkor ott... Most már két menek tudok, hogy meg Moniék is. Hát persze, ha mostan... Persze, mostan... Hogy nem jönnek szándék haza? Dolgoznak, vagy? Hát szándék, szerintem igen. De hát... Nem bírják Mariannát elviselni, szerintem ezért nem jönnek. Nem megy az meg. Szépen viselkedik, mikor itt vannak. Nem állott senki. Csak már fog így. Semmi. Már jól beszéltem, azt mondta, hogy nem mondott semmit négy arról pénzről, mert majd már oda tennek jószt, akkor... Majd megyünk arról, mire lába elintéztetek. Mondtad az Oriflame-et? Nem mondtam az Oriflame-et, hanem mondtam, hogy mire lába elintéztetek. Most én mit szólok én bele a dolgotól most. Hú, komplet elfelejtettem. Te nem tudod, jól van, de reggelis kapkodás. És akkor nem nagyon kapcsolom fel a villanyt, mert mit tudom, itt ne zavarjam, mit tudom, hogy jövök, megyek itt a kaját teszem, csúkjukat meg morzsolok, mit tudom én. Na. Igen, nem zavarsz, én úgyis elmondtam. Jól van, Tomi, de ahol mennyire tudok, mert most akkor kaját teszek, muszáj felkapcsolni, ami nem látok. Mire van, nem visz kaját magával, hogy a fürdőbe kapcsol fel, azt annyi. Vittem a zsírbólnak az elejének, majd ne, nem mond megjátsz, hogy kikotolkált a babidon, de... És miért vittél? Hát, adott ő egy ilyen műanyag tál. Csak zsírt vittél? Mhm. Tehetél már valamit, Tomi? Mhm. Uh-huh. Sajtot, kolbászt? Finom? Kicsit sok? Kicsit nyers, még... Hány nyers már kell? De finom, finom. Kell menni valahol? Nem. Adj egy cica. Adj egy vigyáv. Mi a bal cilakkal? Jaj, de reggel te mész halászni. És? Nem mondok sokáig. Miért akarok reggel fenni? Jaj, mindig ezt mondod. Yeah. És akkor, amikor délben megkérdezem, hogy ezt a nem marad, csak akkor felháborodol, még ordítol.
Hogy te nem mehet el egyszer halászni, meg én a minden héten lejátszottuk ezt. De ott magamban megcsit utána. Ja, ja. Hagyjuk, jó? Hagyjuk. Hogy jössz te velem? Persze. Adri, jössz te velem, halászt meg ilyen? Akarok reggel főzni. Gulyásra, most kell venni zöldséget, mert a halat akarom megsütni, ahhoz meg kell venni a fűszer. Új, de jó lesz. Csak ez nagy. Hogy kéne sütni? Mint hogy mikor jöttek bátyúért, feldaraboltam. Nagyon finom. Szilveszterkor akarsz menni oda? Mit csinálunk akkor? Kérdezem meg Jutkájékhoz. Tudom, nem akarnának. Nem jobb lenne mennénk Jutkájékhoz, hogy innénk lennénk egy fél kiló fieslit? Egyenő fieslit, mert szembe csak. Majd ő lesz jó fieslit, egye is meg akkor. A káposztalevest. Hát, tavaly elejét, vagy mikor hívtak, ez ki kell fizetni, bazd meg a fele fieslit. De ők idejöttek, javult a fasért, rántott hús, hát. Mindenit nem mentünk oda, megettük, amit kifizettünk. Ki kell fizetni a fele. Hát de mit tettünk két-három ilyesmit? Kifizettük a felét. Nem tudom én. Nincs kedve, nekem sem buliba menni. Nekem sem nincs. Nem voltak. Bemegyünk Jutkájéknál egy kicsit, azt javon, tehát megnézzük a tűzijátékot, bemegyünk 10 fele, maradunk a tűzijátékot, és jövünk haza. Na, pontosan. Tessünk. Milyen az őcsének most? Rizses? Most? A lázat kicserélik? Hogy sushi. Hogy a pénz? Nincs anyának pénze, csak nekem van. Károlyban van sushi? Van a Lidl. Te is akarsz lenni? Nem, csak kérdezem. A Lidl-ben van. De nem kóstoltam, még nem is hiszem, hogy van. Nem volt, én is jégtolgok tőle, hogy megkóstoljon. Szerettem a halat nagyon, de sülkül, és nyersen nem. Mindenféle kintben szerettem, konzervbe, mit tudom én, de... Nem mondta Florianak, hogy bolond a felesége? Azt mondta, hogy délig dolgozott. Azt mondta, máma kettőig dolgozott. Máma kettőig. De idióta. Fél három múlt öt perccel úgy valahogy, jaj, neki annyi dolgom, ezt mély Erzsike mondta neki. Hát elég mondjad, hogy te mész el hamarabb, hanem fél egytől nem dolgoztunk semmit. Ott kellett ülni háromig, hogy lehúzzuk a kártyát. Most szarul álltam ebben a hónapban a procentázsal. Vagy három nap, hogy én megcsináltam a 100%-ot, mondom, a mám utolsó nap mindegy. Na, Merikának, Erika, nem tudod, nagyon-nagyon rosszul állok. Azt mondja, milyen rosszul, a 100%-on van. Akkor jó. Nem, látod, lássát, aki dolgozik, az dolgozik. De nem dolgoztunk, Sanyi elment, aztán szerintem. Neked is volt a szóltam. Te nem jössz abba? A sushit hozok el. Finom, a sajt is finom lett. A kolbász egy kicsit még nyers egy kicsit, de hát azt meg lehet tenni, azt is finom. Fenyőfát, csak nem tudom mit van. És kidíszíti. Hát ki kérdő? Hát de megy el. Ja.
fehér kárt csináljunk. Persze, nem veszek műfajt. Mi? Nem veszek műfajt. És kambai kalitászat? Igen. De én ezt majd fehér rejlész is süt. Olyan díszt teszünk, amilyen van. Ó, de ez mindig ugyan. Hát, jaj. Hogy változott vissza? Mi? Hogy változott vissza Pinocchio? Hát nézd ő! Dumálta. Bocsáss meg! Thank you.
Teja. Teja. Mi az oka? Ezt te is mentem? Nem tudom. Na, hol mentek a boltba? Hát a Kaufland minden az... Megyek? Mm-hmm. Most? Adri! Adri, le nököd a földre! Fú, de egy bonc. Pippancs. Ha? Ha, igen. 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 Nem hiszed magad a lindbenbe? Hogyért már? De mit csinálsz? Valami megcsipelett a kolbászt. Mi? A kolbásznak a végig, nyitva van az ablak a spájzba. Madár? Vagy valami madár, vagy nem tudom. De úgy le van csipegetve, vagy háromnak is a vége. Egy kolbászt? Igen, először azt hittem, hogy vágtak belőle. Nekem is volt ott a kolbászt. A hűtőben a kolbászt. De azt megcsipegette valami madár. Ó, Isten! Nem csak a miénk a kolbász.
Akkor krauzsot fűzni. Lásson. Van ott a kereszt is? Lehetne feltenni az autóval. Na de van már az autóval. Van ott a nincsingő ügyen kemény is. Megküldte Maunika ilyen kis csokikat. Mintől kaptuk a cukorkákat, meg kekszet, meg minden lehet többet nem jön nagy beteg. Azt a fejünk annyit mond, hogy nagyon beteg, és lehet nem jön. Én és akkor hogy legyen valami emlékünk tőle. Nagyon rendes. Kifizettem a kenyeret is, mám. Megyünk?